Hajdú-Bihar megyei kormányhivatalnak a dolgozói 9. éve vesznek részt ebben a programban, amelynek keretén belül a Bihari Állami Gondozottak Egyesületének a szervezésében mi is részesülünk abban a kegyben vagy szerencsében, hogy ajándékot tudunk vinni a Hajdú-Bihar megyei állami gondozó gyerekeknek. 1700 gyerek van Hajdú-Bihar megyében, aki állami gondozott. Az 1700-ból 1000 gyermek nevelkedik nevelőszülők között, és körülbelül 700 gyerek van, aki különböző intézményekben éli az életét, lakásotthonban, gyermekotthonban, és ilyenkor mi mindig igyekszünk kitenni magunkért, és úgy látom, hogy most is sikerült, több mint 150 kiló csokoládét gyűjtöttek a kollégáim, szeretném megköszönni nekik is, meg megköszönöm a nevelőszülőknek azt az áldozatos munkát, amit egész évben a gyerekek nevelése során végeznek. Szintúgy köszönöm a lakásotthonok és a lakásotthonok mellett gyermekotthonokban dolgozó kollégáinknak a munkálkodását. Talán kevéssé ismert tény, hogy a magyar kormány az elmúlt esztendőkben nagyon sokat tett annak érdekében, hogy jobban legyen elismerve a nevelőszülőknek a munkája. Ma már egy nevelőszülő rendes munkavállalóként végzi a munkáját, ma már egy nevelőszülő igénybe veheti a gyerekek után járó adókedvezmény, gyedet kap. Azt gondolom, hogy mindent megtesz a magyar állam annak érdekében, hogy egy nevelőszülő egy szülővel egyenértékű jogokkal bírjon, és a közösség méltányolja azokat a fáradozásokat, amelyek egyébként pontosan ugyanolyanok, mint amikor mi a saját vérszerinti gyerekeinket neveljük.